Szendre Júlia és Petőfi Sándor házassága egyike a leghíresebb, legromantikusabb szerelmi történeteknek a magyar irodalomban. A színdarab e két művész kapcsolatát és nem mindennapi történetét mutatja be. Petőfit Nésik Máté színművész személyesíti meg. Magamra formáltam. Tehát ez a Petőfi, ez valószínűleg a Máté valamilyen szempontból, mintha én lennék. Nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de, de nem az, hogy most van egy karakter, akiről tudjuk, hogy nem tudom milyen, mint egy mesében, és akkor elképzeljük, hogy ő a nagy költő, hanem ő is egy ember. És akkor igazából vannak ezek a helyzetek, szerelem, forradalom, és ehhez úgy hozzányúlni, hogy ez valós legyen, hogy ne legyen patetikus, nagyon nem, nem, egyszerű feladat különben. A történet feldolgozásában az író versei, a feleségével folytatott levelezések, valamint Szendrei naplója jelentett segítséget a színészeknek. Szendre Júlia bőrébe székelybe a bújt a drámában. Kemény kritikákkal kellett szembenézni, ami egyébként el is hangzik az előadásban és mindezek ellenére, és ami a Petőfi ő, és az ő szerelmét is illeti, ugye az édesapja tilalmával szembe ment ahhoz, hogy az ő házasságuk és kapcsolatuk létrejöhessen. Az előadás bő másfél hónap alatt készült el Virág György rendezésében, aki a kézzelfoghatóság és mindennapiság megjelenítésére törekedett. Azok a tények, amiket tudunk erről a két emberről, az nem kevés. Tehát Petőfiről szinte mindent tudunk. Szendreiről is ö, ö, most már, hogy a, a naplója a nyomtatásba került, ö, nagyon sokan ö, olvasgatják, tehát róla is nagyon sok adatot tudunk. De azt, hogy valójában milyen lehetett a két ember viszonya, azt senki nem tudja. Itt csak találgatások vannak. Amit mi itt a közönségnek megmutatunk, az a mi variációnk. Az előadást már most nagy érdeklődés övezi. A pénteki röprízre már elkeltek a belépőjegyek. A Szerelmek Szerelme című színdarabot legközelebb május 24-én és 25-én láthatja a közönség Zentán.